Városunk tanulói hagyományosan remekül szerepelnek a különböző diákolimpiai versenyeken, ezúttal floorballban számolhatunk be kiugró sikerekről. Az országos diákolimpiai fináléban Székesfehérvár 3 csapattal is bejutott, a Vörösmarty Általános Iskolát 2 együttes képviselte, míg a Tóvárosi Általános Iskola 1 csapattal képviseltette magát az országos fináléban. A tóvárosisok a második korcsoportban, vagyis a 3. és 4. osztályosok között ezüstérmesek lettek, egészen a fináléig veretlenül menetelve. A Fodor Tamás által felkészített csapat a döntőben is csak minimális különbséggel szenvedett vereséget. A legnagyobbak a 7.-8. osztályosok között a Vörösmarty Általános Iskola együttese bejutott az elődöntőbe. Itt végül vereséget szenvedett a csapat, így a bronzmeccsen léphetett pályára, ahol minimális különbséggel büntetőkkel kapott ki, így épp hogy leszorult a dobogóról. A 3. korcsoportban az 5.-6. osztályosoknál azonban kiemelkedő játékkal immár másodszor hódította el a bajnoki címet a Vörösmarty együttese. 2 évvel ezelőtt még meglepetés volt a csapat sikere, most azonban magabiztos játékkal végig menetelve nyerte meg a diákolimpia országos döntőjét a Vörösmarty is különítmény. Nem csak az országos döntőben, a városi bajnokságban is a hajrájához érkezett a floorball bajnokság. Az 5.-6. osztályosok már le is játszották a bajnoki döntőt, itt végül a Vörösmarty Általános Iskola nyert a Tóvárosi, a Vasvári Pál Általános Iskola és a Németh László Általános Iskola előtt. 2 hét múlva a 4. korcsoportos fiúk, vagyis a 7.-8. osztályosok játsszák városi döntőjüket majd.